Összeálltak egy fotó erejéig a Fidesz-KDNP Tolna megyei polgármester és képviselő jelöltjei, valamint Kósa Lajos a párt önkormányzati választás kampányfőnöke Szekszárdon a Szent István ház udvarán. Célegyenesbe fordult a kampány, jól állunk, összegyűjtöttük az ajánló céduláinkat, fogalmazott Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnökjelöltje a sajtótájékoztatón. Elmondta, hány Fidesz-KDNP által támogatott vagy független jelölt indul a választáson Tolna megyében. Erre kérjük a támogatásukat a választópolgároknak, összesen ez 44 jelölt, aki néven nevezetten a mi csapatunkba tartozik. Ács Rezső, a Fidesz-KDNP szekszárdi polgármester jelöltje azt emelte ki, hogy neki és a Fidesz képviselő jelöltjeinek a város fejlesztése a céljuk. Azt a munkát szeretnénk folytatni Magyarország kormányával, a Tolna megye önkormányzatával közösen, amit az elmúlt 5 évben megkezdtünk. Nagyon sok előkészített projektünk van. Az a fajta együttműködés és kapcsolat, amely a kormány felé megvolt, ez mindenféleképpen arra ösztönöz bennünket, és azt a jövőt vetíti elénk, hogy Szekszárd a következő években jelentős fejlődés előtt állhat. Kósa Lajos úgy fogalmazott, országos lefedettséget egyedül a Fidesz-KDNP tudott bemutatni, amit szerinte jól példáz azt, hogy a Magyarországon működő 3177 önkormányzatból 828 önkormányzatnál indul a választáson Fidesz-KDNP jelölőszervezet, és mindössze 128 önkormányzatnál találni ellenzéki pártot. A 10 000 fölötti települések közül pedig 28 olyan település van, ahol sikerült ellenzéki együttműködést létrehozni. Kósa Lajos kiemelte, a Fidesz-KDNP jelöltjeinek a települések fejlesztése a céljuk. Az emberek nem forradalmárokat keresnek, meg kormány elleni gerillákat a polgármesterek közé, hanem olyanokat, akik gazdája a településnek, építik, szépítik, és azon vannak, hogy fejlődjön a minden település az országban. Tolna megyében október 13-án összesen 184.651-en adhatják le szavazatokat, ebből Szekszárdon 26.892-en szavazhatnak.